Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyői előtt. Híreink következnek. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy programváltozás miatt más időpontban kerül megrendezésre a színjátszótábor, az iskolai sporttáborral való időpontütközés miatt. Tehát a színjátszótábor július 13 és 17-e között kerül megrendezésre Baranya Nóra, Felföldi Péter és Szuhánszki Mónika vezetésével. 9 és 16 éves gyermekek jelentkezését várjuk. Részletekről érdeklődni és jelentkezni a faluházban lehet. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy ismét van lehetőség méhnyakszűrésre a védőnői tanácsadóban. Előnye, hogy a vizsgálatra és az eredményért nem kell utazni. A vizsgálatra minden pénteken 9 és 12 óra között van lehetőség. Bizalommal várja Lipuszilon a védőnő a községhölgy lakosságát. Felhívjuk a mozogni vágyuk figyelmét, hogy a faluház nagy termében minden kedden 19 órától alakformáló torna, szerdán 16 óra 45 perctől zumba fitness, 18 órától jóga, csütörtökön pedig 18 órától kangú edzés kezdődik. Minden mozogni vágyú bőcsi lakost szeretettel várunk. Újra megnyílt a bőcsi kalandpark és műfüves pálya. A nyári szünetben minden nap 10-től 21 óráig lehet igénybe venni a pályákat. A kalandpark használata ingyenes, a műfüves pálya bérleti díja 1500 forint per óra minimum 8 fős csapatnak, vagy 200 forint per fő. Mai adásunkban a Bőcsi Általános Iskola ballagási műsorának közvetítését tekinthetik meg a kedves nézők. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorhoz jó szórakozást kívánok, a viszontlátásra! Köszöntöm ballagási ünnepségünkön megjelent vendégeinket. Külön köszöntöm Nagy László urat, községünk polgármesterét, Török Barnabás címzetes főjegyző urat, iskolánk igazgatóját, Liptek Zsolt urat, társintézmények vezetőit, a képviselőtestület megjelent tagjait, az egyháza képviselőit, Koncz Józsefnét, Skoda Andrásnét, a Felső Zsolca és Vidéke Takarék Szövetkezet képviseletében, a szülői munkaközösség elnökségének megjelent tagjait. Nem utolsó sorban köszöntöm végzős diákjainkat, szüleiket, hozzátartozóikat. Bemutatom ballagó diákjainkat. 8. A osztály. Vakonyi Rebeka. B.
Berta Bettina, Csombók Csilla, Deák Klaudia, Farkas Dominika, Germus Blanka, Gulácsi Bálint, Harsányi Marcell, Kornyák Beatrix, Horváth Dorina, Juhász Marcell, Keresztény Szilvia, Kis Ibolya, Madarász Bence, Petrik Erzsébet, Polgári Gábor, Pribék Martin, Takács Tamás, Tarcali Csilla, Varga Dávid, Zima Alex. 8. B osztály, Balázs Milán, Béki Martina, Csóka Martin, Csóka Nikoletta, Csóka Vivien, Gajas Anasztázia, Huszár Lajos, Juhász Dániel, Kakuk Bianka, Kovács Balázs Patrik, Lakatos Patrik, Lakatos Péter Adrián, Mátyás Anett, Molnár Márk, Nagy Anna Mária, Olá Tímea, Rehóczki Rihárd Gábor, Révész Zsuzsanna, Simon Viktória, Sós Ádám, Szilvási László, Tóth Botond. 8. C osztály, Bandzsók Márk, Barna Adrián, Budai Viktor, Juhász Krisztián, Lakatos Anna Mária, Lakatos József, Lakatos Roland, Macsinga Anna Mária, Rádai Krisztián, Szabó Kitti Klaudia. Elsőként Lipták Zsolt igazgató úr ad útravalót végzőseinknek. Kedves vendégek, kedves ballagó, nem én fogok útravalót adni, az útravaló már be van csomagolva instant a ballagó tarisznyába. Hamuba sült pogácsát úgy, hogy ez illik. Ezt elkészítettük, és mindenkinek rendelkezésére bocsátok. Rendhagyó helyszínen tartjuk ezt a ballagást, hisz abban a kellemes és szerencsés helyzetbe kerültünk a tavasszal, hogy a sportcsarnoknak a padozatát ki kellett cserélni, amely kiválóan alkalmas magas szintű sportolásra, de rendkívül rosszul tűri a női tűsarkú cipőket, úgyhogy ezért esett a választásunk erre a helyszínre, és bízunk benne, hogy kellemetlen napsütés, illetve eső nélkül fogjuk tudni megtartani a mai délelőtt műsorát. Máté evangéliuma 13-11-12. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól elvétetik. Akinek ugyanis van, annak még adnak és bővelkedni fog. Akinek nincs, attól még az is elveszik, amilyen van. Könyve rengeteg olyan idézettel bír, amelyet sokféleképpen és a helyzeteknek, életnek megfelelően lehet magyarázni. Én úgy gondolom, hogy ez az evangéliumi idézet egy ballagáshoz eléggé passzol. Van valami a levegő. Na még mit nem. Van valami a levegőben. Veletek elballagni? De igen. Halott pénztől szabadon vettem ezt a kölcsök idézetet. És nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon itt állhatok bölcsi diákokkal, és megtehetjük azt, amit egy általános iskolában tenni kell, mindjárt engedjük, kedves diákok. Nekem nem de megadatott körülbelül annyi idő, amennyivel egy első és egyébként el lehetett végezni a kultáját. Veletek 5-től kezdve találkozunk.
első történet az az időről szól. Amikor én általános iskolás voltam, az olyan régen volt, el se hiszitek, hogy abban az időszakban, amíg a magyar televízióban hétfőnként nem volt adás. Egy szem csatorna volt, hétfőn adásszünet, és mit tudott csinálni egy magamfajta nyolcadikos és a hozzám hasonlóan? Bicikliztünk, adásztunk, csajoztunk, vagy próbálkoztunk, vannáztunk, bicikliztünk. Pihenésképpen pedig azon morfondíroztunk és filozófálgattunk, hogy mi lesz majd akkor, ha majd 2000-be érünk. Ez a köztes 30-40 év ez nagyon gyorsan eltelt, és most itt állok veletek azokkal a diákokkal, akik körülbelül 2000 és a 2000-es év környékén születtek meg. Az én életemben ez az időszak egy folyamatos tanulással, tapasztalatszerzéssel, örömmel, hosszúsággal, bánattal, sikerrel, sok mindennel megtöltve tölt el. Hasonlóvá rátok is. Annyi a különbség, hogy most kezdődik nektek Isten igazából az a bizonyos felnőtt felé lépés, felnőttes kor felé való lépés, amikor már a lakóhelytől távol fogjátok a mindennapok nagy részét eltölteni. És ha most visszanézek a evangéliumi idézetre, akkor ezt az idézetet hogy tudom erre az időszakra lefordítani? Úgy, hogy aki az elmúlt 8 évet arra használta, amiért iskolába járt, annak lehetőségei vannak. Akinek lehetőségei vannak, annak lehetnek komoly vágyai. Akinek vágyai vannak, azoknak céljai, és ezeket a célokat meg fogja tudni valósítani és teljesíteni. Akinek nincs, az az egy szó, hogy tudás, annak egy kicsit nehezebb lesz a következő 35-40-60 év. A másik történet a tudásról szól. Nem lennénk itt, hogyha ezt a 8 évet nem töltenék ki, ez az egy szó, hogy tudás. Azért jártunk általános iskolába, azt megelőzően pedig óvodában is. De nem csak az iskola adta a tudást, hanem adta minden. Szülő, szülői ház, nagyszülők, barátok, az út az iskolában, és sok mindent lát az ember fia, sok mindent lát menet közben is, ha ez mind gyarapodik, és mind beépül az ember fiába, amit majd későbbiekben hasznosítani lehet. Én egy történetemet mondom el. A Szegedi József Attila Tudományi Egyetemre jártam, és vele egy időben a Miskolci Jogi Egyetemre is. Egyik hétvégén Szegeden vizsgáztam, másik hétvégén a Miskolci Egyetemen vizsgáztam, és néha volt már olyan, hogy azt se tudtam, hogy most melyik tankönyvből kell majd készülni, és a Szegedi Egyetemen az egyik vizsgára egy belépőt kellett készíteni, belépő vizsgát kellett készíteni, és azt a tanár úr, dr. Nagy Józsefnek hívták, először megnézte. Csak ha megfelelő volt a belépő dolgozat, akkor engedett, hogy elkezdjük a vizsgát. Kihúztam a tételt, és természetesen most bevallom, én minden egyes vizsgára tuskával készültem. Haszna volt. De nem vettem észre, hogy 2 darab puskát vettem ki, és mikor én kerültem sorba, jegyzett gyanánt, odaadtam tanár úrnak, és nézi, hogy most akkor a 2 tételből azt mondja, Zsolt, melyik a magáé? Mondok egy számot, mondom, a 16-os tétel tanár. Azt mondja, akkor a 17-es mit keres itt magánál? Maga puskázott. Hát most bevallom itt a bűcsiek előtt, hogy én ezt letagadtam, mondtam, hogy én nem puskáztam. Hanem azt csináltam tanár úr, hogy a mellettem lévő kollégának a tételét is leírtam önszorgalomból, hogy hát, aki kell majd a felelete közben segíteni. Nagy József tanár úr, aki egy komoly pedagógiai szakember, először majszék ment a feje a méregtől, 2 fordult az íróasztal körül, aztán annyit mondott nekem, hogy Zsolt, az a szerencséje, hogy ki tudta magát vágni.
És itt ez a szó a fontos, hogy tudta. Ha nekem nincs meg egyébként a puskák mellett az a tudásom, amivel én nyugodtan ülhettem be vizsgára, akkor én ezt a helyzetet nem tudom így megoldani. Akkor csúnyán kirúgnak, és mehetek egy plusz út a Szegedbe. De sikerült megoldani. És ha az idézethez visszafordulok, akkor megint azt tudom mondani, hogy akinek van, annak adatik. Nekem volt tudásom, és tovább tudtam lépni. Volt olyan kollégám, akinek nem volt tudása, és nem tudott tovább lépni. A harmadik lehetőség pedig a szülőföld. 1900 roppant régen volt, mikor elindultam Kanadába. Rendes munkavállalási engedéllyel, és már a miskolci Tiszai pályaudvaron a vonatra felszálltam. Nekem nincs testvérem, édesapám, édesanyám kísért ki, eléggé nagy könnyek közepette, és akkor feltettem a csomagtartóra a bőröndömet, akkor valahogy egy hang megütötte a fülemet, le volt húzva a vonat ablaka, és anyám meg apám, hogy ült átkint a peronon. Anyám megkérdezte, hogy ki fog minket eltemetni. Nekem nem volt egy másodpercsi döntési időm, és fogtam a bőröndet, ahogy felraktam, azzal a lendülettel a nyitott ablakon ki is dobtam a vonatból. Közben a vonat elindult, és én leugrottam. Ebben a pillanatban megtapasztaltam, hogy milyen az anyaföldnek a vonzása, és hogy milyen fájdalmas is tud lenni, hogyha az anyaföld a magába fogad. Akkor átestem, mint ide Szent János somorja, össze-vissza törtem magam, de a bőröndöm az nem tört szét. Egy pszichológus barátom azt mondta, hogy abba volt a jövőm, és mivel a bőröndöm éppen megúszta, ezért nem tört el a jövőm. A ti jövőtök ott van a tarisznyátokban. Ez ugyanolyan épségben van, mint amiben az én bőröndöm volt. Benne van a jövő, és benne van a lehetőség. A szülőföldnek másik fontos jelentősége van ti életetekben. Nevezetesen az, hogy bőcsiek, illetve bőcs környékiek vagytok. De mindenképpen erről a földről, erről a tájról származhatok el, és ez lesz az a világnak az a pontja, ahova mindig haza tudtok jönni. Bárhová vett az élet, ott mindig idegenek lesznek. De ha visszajöttök külső vagy belső bőcsre, akkor itthon vagytok. Itt fognak várni a szülők, itt fognak várni az ismerős tájak, az ismerős utak, az ismerős helységek, iskola, óvoda, minden, ami ehhez a településhez köthető. Én azt kívánom nektek, hogy legyetek sikeresek, és legyetek boldogok a világnak bármely táján. És ha visszajöttök bőcsre, akkor érezzétek azt, hogy ez a föld befogad, és vár benneteket, és boldogan vár benneteket. Végezetül engedjétek meg, hogy a magyar költészetnek és magyar rímhányásnak egy rendkívüli példáját mondjam el. Ha ismerős a szöveg, akkor nyugodtan be lehet segíteni. Rázsár Bozsó egyik tanítványa, Lusisnyák Gotthárdnak hívják azt, aki elkövette ezt a kis irodalmi bombont. 8-al ezelőtt, az a címe. 8-al ezelőtt érkeztünk a suliba, ami a második lakhely. Hol sok-sok tudást megszereztünk, bár az elején kicsit megszeppentünk. De a tanítónénik, egy angyal, kinek kedvessége megvigasztal, Tünde, Emese, Dóra. Köszönjük nektek a sok emléket, a nagy türelmet és humorérzéket. De elrepült gyorsan az első 4 év, felsősök lettünk, és jött 3 új név. Ilona, Norbi, Otília. Mert tudtunk most már a végéhez ért, legyen nevünk egy kedves emlék. Tegnap délután jobban ment,
Bocsássátok meg, ha huncutkodtunk, s néha, néha nem tanultunk. Szépre és jóra emlékezünk, a rossz dolgokat elfelejtjük. Elindulunk most az életbe, de veletek maradunk lélekben. Kedves igazgatónk, tanáraink, Isten veletek tanáraink. Ím eljött az idő, többé vissza ne várt, jaj, a búcsú, ó, nagyon fáj. Szívünk tele van új reménnyel, utunk tele lesz új eséllyel. Én azt kívánom nektek, hogy legyen tele az új esély, és legyen az új sima, szépen kikövezett, és legyetek mindig éhesek. Legyetek mindig éhesek a sikerre, és legyetek mindig éhesek az örömre. Sok boldogságot kívánok, köszönöm szépen! Következő percekben a 7. évfolyam tanulóinak műsorát hallhatják. Kedves ballagó nyolcadikosok! 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Itt az idő, hogy tovább lépjetek. Más helyen próbáljátok szerencsét. Itt az ide a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Búcsút veszek a titkokkal teleért iskolafadoktól is. 8 szép évet töltöttetek el ezen falak között. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába. 5. osztályban már ismerős tanárok fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthettétek ismereteitek körét. De ne felejtjétek, nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket. Sokszor talán nem hittétek neki, de higgyétek el, ők csak a javatokat akarták. Mindent, amit tettek, csak életetek tették. Búcsúzunk most tőletek, mi 7-esek. Hát itt hagytok minket, talán vissza se néztek, amikor kiléptek ezen épület falainak kapuján, egyenesen a nagybetűs életbe. Irigyellek, és féltelek titeket egyben, hiszen olyan kihívásokkal fogtok szembenézni, aminek vagy meg tudtok felelni, vagy nem. Már nem fog titeket körülvenni szeretett iskolán gondoskodása, féltő szeretete. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek, de soha ne feledjétek, hogy a Bőcsi általános iskola tanulói voltatok 8 éven át, azért emléketeket sokáig őrizni fogjuk. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem meséltünk egymásnak mulatságos, tanulságos történeteket. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek élni, sikerüljön. Néktek vagyok ma, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a virág. Mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely utalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképez a zöld május jár, s halljuk, reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búcsa szól az ének, föl, fölrepülne, leszállt, tét tovább, a sok kopott pad inteket felétek. De még könny is csordul, nem tudni okát, elsápadva, messzeségben néztek. Yeah.
veletek mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a naptól este, a színektől, a szürke por belette. A csendtől, mikor a hang zavarta fel, hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szám. Minden mosolytól, mert sugárzott rá. Minden sebtől, mert fájtéséget, minden képtől, mert beint mélyedett. Az álmainktól, mint lassan kiültek, a tűnő tájtól, mint vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a láb. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy átvettük róla, nem tudjuk, és mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízled. Az élet álom. Tedd valóság. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesít. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet. Éljed. Búcsúzó nyolcadikosaink az itt eltöltött 8 évet mesébe szőve mondják el, és egyben búcsúznak tanáraiktól, diáktársaiktól. Az akadályt nem legyőzni kell, hanem túljutni rajta. A folyó sem áll le vitatkozni az útját álló sziklával, hanem átfolyik rajta, és derűsen rohan a tenger felé. Jobb állj, Károly, búcsúzó. Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított és védett, hogyha kellett. Így cseperedtünk szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharban vitt minket féltve szinte karban. Lelkünket mentve, fedve, sok záportól óvott jövendőktől. Volt otthonunk, s legtöbbünknek, anyánk, apánk kikísért minket. Semmit ők nem tudtak adni, azt kaptuk itt 8 év alatt mi. Apró gyermekként még remegve léptünk ebbe az épületbe, s most úgy megyünk el, hogy az élet titokból tiszta törvény élet. Bárhová nézünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, ahogy hosszú pár éves múltunk alatt, az itten megtanultunk. Feledheti anyját a gyermek, álmában új életre kelnek, s még öreg korában is fényben állnak, gesztusai elmúlt szavának. Épp így mi is már mindenképpen magunkba zárva, lejtve szépen viszük azokat, kik szeretnek, s emeljük s emlékét derűs reggeleknek, s barsként emeljük, hogyha az ordu kínaknak arnya ránk csordul, mert mi itt... Mert az a pajzsunk, az a vértünk, mi itt tanultunk, s végigjelzünk. Ezt a földet választotta, ezt a napot úgy akarta, ide hívott az élet.
54 vándorlegény. Ez az 54 vándorlegény elindult szerencsét próbálni, hogy megszerezze azt a kincset, amiről már oly sokat hallott. Ez egy szemnek láthatatlan kincs, és ez arról szól, ha valaki megszerzi, akkor az többé tőle soha el nem vehetik. Ez a kincs a tudás kincse. Vándoroltak hát hosszú ideig, míg nem beértek egy kerek erdő közepébe, ott megláttak egy kacsalában forgó várat, melynek falán ez a felirat állt mézes kalács betűkkel. Bőcsi általános iskola. A vár óriási kapuján épp ekkor lépett ki egy jó tündér, akit így szólítottak meg. Jó napot, tündér keresztanyánk, szabad megtudni, ki ez a vár? Szerencsétek, hogy illedelmesen szólítottatok. Lépjetek be, már vártunk titeket. Ez a vár mindenki, aki a tudásra szomjazik. Ezt a hőn áhított kincset csak akkor szerezhetitek meg, ha teljesítetek 8 próbát. Minden egyes próba egy kerek esztendeig tart. A vár beérve a vándorok 8 ajtót láttak maguk előtt. Ezek az ajtók jelképezik a 8 próbát, mondta a jó tündér. Minden ajtó mögött vár benneteket egy-egy varázsló, aki segít majd leküzdeni a próbák jelentette akadályokat. Ügyesek legyetek, fáradzásaitokért méltó jutalom vár rátok. Ne féljetek, sok szerencsét! Erre az első ajtó halknyi karkással kitárult. Mögötte Tünde néni, Emese néni és Dóra néni mosolygott a legényekre, a varázsszemüvegén keresztül kedvesen. Határozott tekintetük egyben azt is elárulta, hogy komoly munka vár rájuk. 4 éven át segítették hőseinket az előttük álló feladatok leküzdésében. Megtanították őket a szorzás-osztás bűvös tudományára, a fogalmazásírás varázslatára, bevezették őket a némai értők rejtelmeibe, az elipszonos szavak kiismerhetetlen világába, s ha csak egyet is újítottak varázspálcájukkal, mert minden vándorlegény tudta, hogy mi a teendője. Arra tanították őket, hogy hallgassanak mindig a bennük rejlő jóra, és tiszta szívvel, lélekkel éljék az életet. Legyenek mindig becsületes, segítőkész, jószívű emberek. Ha kellett, bátorítottak, ha kellett, ölbevettek, ha kellett, össze is szívtak. Mikor végeztek délelőtti teendőikkel, délután kis pihenéssel, sétával, játékkal, finom ebéddel várta őket a napközis jó tündér. Persze arra is volt gondjuk, hogy a kis tanítványok elvégezzék a másnapra feladott házi feladataikat. Ha papírjaikat kellett intézni, bátran fordulhattak a mindentudó, fáradhatatlan Erika néni jó tündérhez. A legények minden tevékenysége, sok-sok felfordulás, piszkot eredményezett. Ó, milyen sokat is serénkedett Jutka néni, Csilla néni, Marika néni, Zsuzsa néni, napról napra azért, hogy rend, tisztaság vegye őket körül. Varázsseprőjük nyomán minden újra a helyére került. Eközben telt múlt az idő, a próbák egyre csak nehezettek, és az ajtók fogytak. A negyedik esztendőben az addig elsajátított boszorkányságokat fokozták egy számukra ismeretlen nyelvvel, az angollal. Ezt négy fergeteges nyelvérzékű varázsló, Éva néni, Anita néni, Marica néni és Vera néni ismertette meg velük.
Mikor az ifjak már négy próbán átküzdötték magukat, úgy gondolták, hogy túl vannak a nehezén. Pedig még csak ezután következett a java. Az ötödik évtől új gazdát kaptak. A csupaszív Otília király kisasszony, Norbert királyfi és Ilona király kisasszony személyében, akik megtanították nekik a kerekerdő történelmét, verseit, történeteit. Eszter és Gyula angyal irányította figyelmüket a matematika összetett számokkal, megtanította nekik, hogy milyen adatokkal, képletekkel tudják kiszámolni a végtelen kerekerdő körbekerítéséhez szükséges varázsvesszők mennyiségét és azok árát 30%-os árengedmény után. Ágnes anyu nagy tapasztalatával megismertette a tudásra szomjas tanulókkal az élővilágot. Az erdő minden állatát és növényét rendszerbe sorolták. Megfigyelték a növények gyökérzetét és levelét, erre is sétáig alkalmával felhívta a figyelmüket a gyógynövények használatára egészségük védelmében. Hogy a sok-sok szállami próba mellett testük is kellően edzett ügyes legyen, arra Anett, Attila Tibor és Dániel Malók igyekeztek rá vinni hőseinket. Varázsipjuk rengeteg izgalmas versenyt, házi bajnokságot teremtett, ahol a szertelen csemeték sok élményt szereztek, emellett a sportszerűség szabályát is a bólú fejükbe töltöttek. A hatodik ajtó mögött új feladatok várták a tanoncokat, de ezek felett is győzelmet arattak, mint Toldi Miklós a Csevitész felett, vagy mint Hunyadi János Nándorfehérvárnál a törökök felett. A kerekerdő történelmét tovább mesélte nekik Júlcsi és Erika az erdei ninfák. Az ütemek, hangok, csengő-bongó aranymezein egy aranytorkú talos pacsírta, Jutka néni kalauzolta végig hőseinket. A hetedik esztendő aztán nem várt nehézségeket hozott a számunkra. Hirtelen megszaporodott a feladatok száma, és ezzel együtt fogyott a lelkesedés, lankadt a figyelem, és bomlott a fegyelmezettség. Újabb segítők öntötték hőseinkbe a lelket, és biztatták őket a folytatásra, ugyanis néhányan feladni készültek a küzdelmet. Kémia órákon a bájtal főzés rejtelmeibe, a varázslatos atomok, elemek, vegyületek világába Ágnes mágus avatta be a tanoncokat. Az órákon gyakran beborult az ég és hullott sűrű fekete pont eső. A mágikus energiaváltozások, kölcsönhatások terén egy igazi gyöngyszemre a szakú mesterére akadtak István apóban. Ő nem mindennapi módszerekkel, ő nagy türelemmel nem mindennapi módszerekkel tanítgatta a legényeket a fizikai fogalmakra. A kontinensek éghajlatát, az országok gazdaságtudományát és a többi nép mesés világát Maria néni és Zita néni a nagy bűvészek varázsolták a tanulók elé. A nagyvilágban való virtuális utazások újabb megvalósításra váló álmokat tűztek hőseink elé. A rajzolás, festés, ragasztás, vágás sokrétű művészetét, a perspektívikus ábrázolást egy nagy tehetségű, kifinomultan ízlésű és jószívű Tavi Tündér tanította meg nekik, Zita néni. Első szánypróbálgatásaikat nagy-nagy dicsérettel illette, így egyre nagyobb önbizalomra tettek szert a Tavi Tündérnek köszönhetően. A világhálók ismeretét, a bitek és a bájtok mértékegységét Ádám tanár bácsi és Norbi bácsi szemléltette a számítógépeken, aminek a használatát nagyon megszerették a legénykék. Szinte elválaszthatatlanok lettek a varázsgépektől. Megbabonázta őket az internet világa. Végül mindannyian túljutottak a hetedik ajtón, és következett az utolsó, a nyolcadik. Bizony-bizony ez volt számukra a legnehezebb megpróbáltatás. Felvételi vizsgán estek át a tanoncok az utolsó esztendőben. Szerencsére a próbatétel végére mindenkinek sikerült legyőznie a saját hétfői sárkányát és gonosz manóját. Most, hogy az utolsó évnek is vége lett, a tarsójukban elég tudást gyűjtöttek ahhoz, hogy elhagyják a kacsalábon forgó várat. Ez 8 hosszú esztendeig nyújtott számukra sok-sok tudást, figyelmet, törődést, védelmet, biztonságot. Most 54 felé válnak az útjaik, egy újabb, nagyobb vár felé indulnak, de hogy ott majd milyen próbákat mér királyuk a sors, még nem tudják. A felcsepredett vándorlegények várukon a tarisznyával most elköszönnek, elköszönnek a mesterektől, segítőktől és az itt maradó társaktól. De nem felejtenek el köszönetet mondani mindazért, amit itt kaptak. Köszönünk mindent! Itt a mese vége, így volt, nem így volt. Aki nem hiszi, járjon utána. Lehet, hogy most kezdődik minden. Lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hangom. A napsugárra érkezik.
kérjük a 8. évfolyam képviselőjét, kössék fel iskolánk zászlajára az emlékszalagokat. Zászlaját átadjunk, kérünk benneteket, őrizzétek becsületét, tisztelet. Kedves ballagó nyolcadikusok, ígérjük, hogy méltó hordozói leszünk a zászlónak, tanulmányainkban, céljainkban követni fogunk benneteket. Reméljük, azzal, hogy elballagtok, nem felejtitek el a Bölcsi Általános Iskolát. Sok sikert kívánunk életetek alakulásához, és a tanulmányaitok további alakulásához is. László községünk polgármestere szól a ballagóinkhoz. Kedves ballagó diákok! Az elmúlt években elég sok változás történt itt az iskolában, ebben a faluban, de egy biztos, hogy maradt még most is, mégpedig az, amit már hagyománynak mondhatjuk, hogy ballagáskor nektek átadunk egy könyvet, aminek az a címe az emlékezetnek méltó történetek. Ami lényegében Bölcs történetét mutatja be. Én tudom, hogy nem ezt a könyvet fogjátok ma délutántól olvasni és bújni, de legalább egyre több családba eljut ez a könyv, ami a fő célunk, és tudom azt, hogy minden családba akad majd egy valaki, aki nem csak hogy elolvassa, és azt tudja, hogy mi, mikor történt itt Bölcsön, hanem meglátja, és meg tovább tudja adni, és el tudja mondani másoknak is, hogy mi a mondani valója ennek a könyvnek. Azt is tudom, és ez most már, ma már természetes, hogy
következő ösztől rövidebb vagy hosszabb időre, rövidebb vagy hosszabb távra most elmentek, és máshol próbáljátok meg folytatni a tanulmányaitokat. Sajnos azt is tudjuk, és be kell látnunk, hogy a tanulmányok befejezése után már hosszabb vagy rövidebb ideig, rövidebb vagy hosszabb távra, de már munkát is sem itt ebbe a faluba találtok. De hogy mégis, hogy jön össze, és hogy jön most ide ez a könyvnek a mondani valója? Ennek a könyvnek az a mondani valója, hogy visszavárunk benneteket ide. Mi, a község vezetői, azt tudjuk ígérni, hogy mindent megteszünk azért, hogy amikor visszatértek, addig itt olyan változások, és egyre több olyan változás fog végre menni, ami bizonyítja, hogy érdemes visszajönni, hogy egy élhetőbb faluba érkeztek vissza. Én azt kérem tőletek, hogy legyetek büszkék arra, hogy bölcsiek vagytok. Én azt kérem tőletek, hogy legyetek büszkék arra, hogy ebbe a bölcsi iskolába végeztetek, és itt ballaktatok. És remélem, ez az iskola olyan jó alapot adott, hogy a későbbiekben ezt használt tudjátok venni. És még egyszer, hogy mi a mondani való? Az, hogy ezt a könyvet folytatni kellene. És nem csak az kellene ráírva lenne a következő kötetnek, hogy fejezetek Bőcs község múltjából, hanem akkor is ennek a helységnek, ennek a falunak, ennek a községnek, ennek a közösségnek itt élnie kellene, és hogy élnie kellene, de úgy kellene, hogy hívják, hogy Bőcs, és élnie kellene ennek az iskolának, és akkor is évszázadok múltán is itt a bőcsi iskolából ballagásokat tudjunk rendezni. Ezért mondom és kérlek benneteket, hogy ha úgy is kell, akár igazgató, mint ahogy igazgató úr mondta, hogy az elvándorlást jelentő koffert ki kell dobni az ablakon, az induló vonat ablakán, de mi visszavárunk benneteket. És aki elolvassa majd ezt a könyvet, az rájön, hogy tényleg ez a legalapvetőbb mondani valója ennek a könyvnek. Megkérem itt most segítőimet, segítsenek kiosztani a könyvet, így jelképesen átadok egy diáknak. És sok sikert kívánok nektek! Gyermekekért alapítvány nevében Nagyné Gábor Ilona és Bodnárné Pocsai Katalin ajándékkönyveket ad át.
a végzős diákjainknak. Kedves 8. osztályos tanulók, fogadjátok szeretettel tőlünk ezt a kis könyvecskét, útravalóul mi is, hagyományokhoz szíven, hogy emlékezzetek ránk, hogy milyen sok szépet kaptatok a 8 év alatt az alapítványtól. Minden jót kívánunk nektek! Kérjük kedves vendégeinket, hozzátartozókat, hogy adják át virágaikat, és kérek mindenkit, hogy ezután foglalják el helyüket, hogy a lufit a 8-osok fel tudják engedni. Köszönöm! Thank you.